Sziasztok! A mai Hello Buzz Megyés videómban megmutatom nektek a világ legnagyobb könyvét. Hello Buzz Megye, árud már el, hogy vagy? Hello Buzz Megye, mi újság itt nálad? Na jó, picit ferdítettem, ugyanis maga a könyvről nem lehetett felvételt készíteni, viszont a könyvön kívül több érdekes dolog is van itt. Szimpetriben járunk, Észak-Borsodban. Amikor azt mondtam, hogy itt található a világ legnagyobb könyve, elbagatelizáltam a dolgot. Mert ez nem csak a legnagyobb könyv, hanem egyben egy műalkotás is, aminek az elkészítéséhez az egész világ hozzájárult. A nyomdagépet Izraelben készítették. A papírt, amelynél a világon nem lehet jobbat csinálni a jelenlegi törvények mellett, Ausztriában készült. Az elő- és hátlapi fatáblát a svédek csinálták, a csavarok, amelyek összetartják a könyvet, Belgiumból származnak. A könyvet középkori kódex kötéssel készítették, ami azt jelenti, hogy az elő- és hátlapját 4 cm vastag fatáblából készítették, és 13 egész marhabőrt használtak fel az elkészítésénél, ami egyébként Argentinából származik. Valamint hagyományos módon kender madzagokkal, zsinegekkel és nagytükkel varták össze a könyv lapjait és gerincét. A könyv 4 évig készült Miskolcon, és 2010-ben került be a Guinness Rekordok könyvébe. A könyv olyan nagy, hogy az elhelyezéséhez az egész tetőszerkezetet ki kellett bontani a múzeumban. Egyébként 418 cm magas és 377 cm széles, 1420 kg-ot nyom és 346 oldal. A könyv címe Örökségünk a gömörtornai karsz természeti és kultúrtörténeti értékei. Aktelekről, a Nemzeti Parkról, Barlangról és a környező településekről szól. A könyv borítójára a foltos szalamandra került, ami az Aggteleki Nemzeti Parknak a jelképe. Miután elkészült a könyv és kiállították, többek között a dubai emír és a butáni király is szerette volna megvásárolni ezt a könyvet, de a tulajdonos nem adta el nekik, és nem is tervezi. A tárlat következő része, ahol már lehetett filmezni, az a Gutenberg Múzeum. Gutenberg nyomdájának a tökéletes másolata található itt, a gépektől kezdve a betűkészletig. Így arra a technológiai feltétel, hogy újra előállítható legyen Gutenberg bibliája 500 évvel ezelőtti módszerrel. Mindössze két akadálya van, az emberek hiánya és a pénz. Évekig tartana a munka, és a szakembereket addig természetesen fizetni kell. A több száz éves betűkészlet tengeren túli gyűjtőktől lett megvásárolva, és úgy adták oda a jelenlegi tulajdonosnak, hogy a japánok többet ajánlottak érte, de amikor megmutatta, hogy saját múzeumába kellene, így rögtön ő kapta meg. A tárlat következő részében megtekinthetjük, hogy hogyan készült több száz évvel ezelőtt a papír. És a papír előállításához is adott minden technológiai feltétel, és megnézhetünk néhány darab papírt, amit itt gyártottak, természetesen középkori technológiával.
tárlat utolsó részében egyházi kiadványokat lehet megtekinteni 50 évestől egészen az 500 évesig. Itt sem lehetett sajnos filmezni. A gyűjtemény legértékesebb darabja egyébként egy Luther Márton Biblia, ami a másodszorra nyomott 200 példányból való. Tehát ez azt jelenti, hogy először készült egyszer egy 200 példányos lenyomat, aztán később megint készült egy 200 példányos lenyomat, és ebből a második körből készült Biblia található itt Színpetriben. De például itt található a kölni dómnak az eredeti tervrajza, amiből összesen 16 készült, és mára csak 2 maradt fenn, az egyik Kölnben van, a másik pedig itt van kiállítva. Aztán a kiállításon láttam még egy több mint 500 éves tórát, bár egy szakember megvizsgálta, és ő azt állította, hogy ez jóval idősebb annál, viszont még szénizotópos vizsgálatot nem tudtak a dokumentumon készíteni, és ezeken felül szertartáskönyvek, különböző nyelvű bibliákat lehet megtekinteni, amelyek több száz évesek. Van olyan könyv, amit szanszkrit nyelven írtak. Természetesen ez nem biblia. A tárlatvezetés az nagyjából egy óra, és a tulajdonosa Varga Béla tartja. Néhány perces filmeket is levetítenek az egyes részek között. Feleségével együtt üzemelteti a múzeumot és a kiállítást, 2-től vasárnapig tudjátok megtekinteni, 10 és 17 óra között. A belépő felnőtteknek 1400 forint, úgyhogy egyáltalán nem vészes az összeg. A 24.hu egyszer készített egy interjút Varga Bélával, azt majd belinkelem a leírásba, és rengeteg izgalmas dologról mesél még, hogy mennyi idő volt beszerezni a vízimalomhoz az engedélyeket, hogy az államtól alig kapott támogatást, de azt is elmeséli, hogy tudott hozzájutni ezekhez a ritka könyvekhez, és hogy mennyien érdeklődnek a kiállítása iránt. Na, a mai videó ennyi, remélem tetszett, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljátok be a harangot, és legközelebb, ha hazalátogatok, készítek nektek egy újabb videót, hogy újabb dolgot tudjatok meg Borsod megyéről. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!